És ez ugye Tálas Zsuzsi kiválása miatt részben most azért elég komoly szerep jutott neked ezen a mérkőzésen. Elárulom, hogy az edződ azt mondta, hogy ugyan még szoknod kell itt azért ezt a szintet, de jól helytáltál. De hát ami ennél fontosabb, az a kérdés, hogy te hogy érezted magad a pályán? Hát igazából tudtam már, hogy én fogok kezdeni. És kicsit így izgultam is, meccs elején is, meg amikor ugye megtudtam, hogy a Zsuzsi nem fog visszaállni. A meccsen én, hát az atya véleményével ellentétben nem annyira éreztem magam úgy a meccsbe. Ezt lehet, hogy azért is van, mert ugye kevesebbet játszom, és azért nem vagyok annyira meccsben. Szóval mondjuk két szett után már kicsit úgy fejben éreztem, hogy nem nagyon, tehát hogy vissza kellett rázódnom, hogy hú, itt vagyok, és ez egy meccs. Ugye kint megvertétek ezt a pozsonyi csapatot, mi volt a különbség? Ők játszottak most jobban, vagy ti nem tudtátok azt hozni, amit mondjuk elvártatok magatoktól? Hát igazából erre most félve azt mondanám, hogy mert én játszottam, de nem, hogy... Nem mondd ezt. Szóval, hát nem hinném, hogy ők jobbak voltak. Szerintem nekünk nem ment a nyitásfogadás és a koncentráció, ez nem tudom mennyibe befolyásolta azt, hogy nem a Zsuzsi adott, vagy hogy én, de én szerintem nekünk nem ment annyira. Fiatal játékosként milyen ez a nemzetközi poron, mennyiben más, vagy mennyire tapintható a különbség mondjuk a magyar bajnoki meccsekhez képest? Hát én annyiban érzem a különbséget, hogyha pár ponttal elmegyünk az ellenféltől, akkor egy kicsit nem figyelünk, és egyből már a nyakunkon vannak, és már is ők vezetnek. Szóval ők ugyanúgy koncentrálnak végig, még hogyha nem olyan az eredmény akkor is. Köszönöm szépen!